azért nekem egy régi vágyam, hogy ezt tegyünk vállalni a színházat. Én frankos diák voltam, és akkor érettségi évében már közeledett a pályaválasztás, akkor úgy éreztem, hogy bármely is adod az élet, valahogy vissza akarok jönni Esztergomba, és itt szeretnék egy állandó színházat alapítani barátokkal, alkotótársakkal. Miért fontos egy városnak, hogy állandó színháza legyen? Nagyon egyszerű a válasz. Presztízst ad egy városnak, illetve közönséget és fórumot teremt. Szerintem ez önmagáért beszél, és ráhelyezi a várost az adott ország kulturális térképére, tehát mindenképpen csak nyerhet fel a város és az esztergomi közönség. Hogy én mit csinálok pontosan a társulatban, én vagyok a társulat vezetője, egyben a rendezője, ez egy nagyon fontos feladat, igyekszem nem elmondani a színészek munkáját, alapvetően rendezéssel, művészi szervezéssel és egyéb adminisztratív tevékenységekkel jár. Hát én eleve azt gondolom, hogy bármelyik városban, hogyha elindul egy ilyen dolog, most pont jó az elére konkurálunk, kell megpróbálni kicsit hangosabban beszélni, szerintem egy nagyon nagy dolog minden városnak az életében, ugyanis a semmiből valamit létrehozni, az mindig egy különleges és extra dolog, és azt mondom, hogy egy pláne egy ilyen városnak, mint Esztergom, ami azért a Magyarország egyik kulturális központja eleve a történelme miatt, mint tudjuk, szerintem nagyon fontos, és nagyon reméljük, hogy a nézők is majd így gondolják, hogy fontos és jó érzés lesz nekik azt mondani, hogy nekünk van egy színházunk, ez a mi színházunk, itt a mi színészeink játszanak, ez a színdarab is, amit most próbálunk, illetve nem próbálunk, már bemutattuk, csak most lesz a második előadása, kifejezetten Esztergomnak íródott. Tehát remélhetőleg ez majd nagy tömegeket fog megmozdítani Esztergomnak. Én mindenképpen én nagyon szeretném elmondani, hogy én esztergomi színész vagyok. Tehát ez nekem egy nagy vágyam, hogy elmondhassam magamról, és jelen pillanatban azt mondhatom, hogy én szabadúszó színész vagyok, aki Esztergomban is játszom, de ha lesz egy állandó társulatunk, akkor én nagyon szeretnék állandó társulati tag lenni. És hát minél több darabban, amennyiben csak lehet játszani. Ez az Ádámon is, meg hát a lendő rendezőn, Ilóban is múlik, hogy miben kapok majd szerepet. Hogy miért is fontos a színház? Egyhogy engem úgy nevelt a mesterem, hogy ahol egy négyzetméternyi hely van, ott színházat kell csinálni, és mivel ezeket a tanításokat mi intravénásan kaptuk, nem is tudom elképzelni, hogy működhet az élet színház nélkül. Színház nélkül nem is működhet a mi életünk. Természetesen, hogy nagy öröm számomra, hogy erre gondolni lehet, hogy van lehetőség rá. Látni teremteni kell. Mi ebben hiszünk? Látni teremteni kell. Látni.